A Jászberényi FC a Jászságot egyedüli klubként képviseli a labdarúgó MB3 keleti csoportjában. Az ősz idényt ugyan a 9. helyen zárták, de pontszámban nem nagy a lemaradásuk. A téli átigazolásoknak köszönhetően arra számítanak, hogy akár a 3. helyet is megszerezhetik a bajnokság befejeztével. Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a lelátót a Jászsági Térségi Televízió sportmagazinját látják. Ma műsorunkban labdarúgásról lesz szó, mégpedig az MB3-ról, ahol adáskörzetünket Jászberény képviseli. A stúdió beszélgetés előtt nézzük először a különböző eredményeket, tabellákat. A kosárlabda alsóházában, mint azt a 7-18-ban is láthatták, eldőlt, hogy a JKS-e bennmaradt az NB1-ában. Biztosra vehető viszont a MAFC és a Sopron play-out derbie, biztos nagy mérkőzés lesz, mindkét csapat bent szeretne maradni. A labdarúgó NB3-ban a Jászberényi FC váratlan arányú 5-0-ás vereséget szenvedett, mégpedig a listavezető Monortól, és így visszacsúszott a 8. helyre a táblázaton. A labdarúgó megye első osztályban Jászfényszalú Besenyszög 9-1, kiütéses győzelem, Kisújszállás János Ira 2-6, Tiszaföldvár Jászárokszállás 2-4, Mezőtúr Újszesz 2-0, viszont a Csépa Jászkísér meccs elmaradt, mert Kísér nem utazott el a színhelyre. A táblázaton továbbra is 2. Hida, 3. Árokszállás, 5. Fényszalú, 6. Újszász, a Jászkíséri csapat pedig továbbra is a sereghajtó, és tartunk tőle, hogy ki fognak esni a kíséri labdarúgók, pedig hát régebben nagyon jól szerepeltek. A labdarúgó megyei 2. osztályban Jász Boldogháza Kuncen Márton 6-1, Kenderes Jász Szent András 2-1, Jász Alsó Szent György Kunhegyes 1-3. Itt Boldogháza áll a legjobban, ők a 7-ek, 9. Alsó Szent György, Szent András pedig visszacsúszott a 13. helyre. A labdarúgó megyei 3. osztályban Jászapáti Berekfürdő 4-1, és itt hívom fel a figyelmet, hogy szerdán összefoglaljuk ezt a mérkőzést képekben is. Jász Dózsa Túrkeve 2-3, pedig 2-0-ra vezetett a dózsai csapat. Itt Apáti őrzi 2. helyét, Dózsa pedig a 4. A táblázatokat kövesse a szokásos stúdióbeszélgetés, nézzük, ki lesz a vendégem ma este. A Jászberényi FC vezetése 2017 őszén Arany Lászlót, az utánpótlás egyik edzőjét nevezte ki szakmai igazgatónak. A téli szünettől kezdődően pedig vezetőedzőként irányítja a felnőtt labdarúgó csapat minél jobb szereplését. Köszönöm tehát Arany Lászlót, a Jászberényi futballcsapat edzőjét. Laci, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Szervusz Tibor, tisztelettel köszöntöm a nézőket. Kanyarodjunk vissza az elejére, amikor vezetőedző lettél, helyesebben először szakmai igazgató az ősszel, hiszen te János Hidán voltál edző, és nagyon sikeres munkát végeztél. Lehet, hogy ezért figyeltek fel rád? Előfordulhat. Először is a János Hidaiaknak meg szeretném köszönni, hogy lehetőséget adtak, hogy a felnőtt csapatukat edzhessem, hogy irányíthassam. Előfordulhat, tehát ezt az elnök urat kell megkérdezni, hogy mi alapján döntött. Örültem a megkeresésnek, vagyis a megbízatásnak. Most érzem azért egy nem is kicsit, hogy mekkora felelősség ezt csinálni minden nap, de boldog vagyok, hogy ezekkel a játékosokkal dolgozhatom együtt, és próbáljuk a legjobb eredményt elérni. Játékosokat említettél, ugye mikor ide jöttél helyesebben az ifistáknál, utánpótlásnál itt voltál, tehát ismerted a légkört itt a JFC-nél. A téli átigazolási időszakban, mint vezetőedző beleszólhattál, hogy esetleg kit igazoljanak elnök úré? Azt tudni kell a kedves nézőknek, hogy télen nagyon nehéz igazolni, mert hogy a jó játékosokat mindenki meg akarja tartani, tehát ez tehát nem volt könnyű feladat, de természetesen tehát a téli igazolásokat már én mondtam is, közösen döntöttük el a vezetőséggel, tehát onnantól már az én, tehát nem is az én saram, tehát az én feladatom volt, hogy ezt is, hogy megcsináljuk, hogy minél erősebb keretből tudjunk dolgozni. Amikor a múlt héten beszéltem itt Németh Gyulával, tudjuk, hogy MB2-es gólkirály volt, meg számtalan szorult az MB3-ban is, akkor azt mondtam neki, hogy az elnök úrék mindig azt kérdezem, hogy mikor hoznak már olyan csatárt, mint Németh Gyula volt, de
úgy látom, hogy azért hoztak Farkas Jani személyében. Ha legalábbis megközelíti Gyulát, szerintem. Így van, tehát most az, hogy ki milyen játékos volt, tehát tényleg Gyuszi is nagyon jó játékos volt, Jani is az, de tehát azért eltelt tizenvalahány év. Tudni kell, hogy Farkas Jani egy rutinos, jó játékos, már szerepelt itt Jászberénybe is. Sajnos a felkészülésnél egy sérülés szenvedett, most nem mondom azt, hogy szándékosan megrúgták a gyöngyösiek, de tehát volt benne, nem biztos, hogy tiszta szándékból akarták a labdát megrúgni, ő kihagyott 6 hetet, most vissza kell építenünk, de rutinos, jó játékos, gólerős játékos, tehát mindenképpen meghatározó szerepet szánok neki. Azért szóljunk a többi fiatal játékosról is, akit idehoztatok, hiszen lehet, hogy van olyan néző, aki igazából most kapcsolódik be a labdarúgásba, legalábbis a Berénybe, hogy vele megnéz bennünket, kik lettek idehozva. Igen, tehát a ferencvárosi utánpótlásból tudtuk idehozni Galambos Gábort, a Kürti Zsoltot tudtuk hozni, ő kint játszott Svájcba, az egyik 17 éves srác, a másik 20 éves. Hoztunk a János Idáról, az az én különleges, vagy különös kérésem volt, hogy a Patócs Ricsit hozzuk el János Idáról, ő homokfocivál, vagy strandfoci válogatott, futszál, NB1-be játszott, tehát én benne nagyon sokat látok, benne is nagyon sokat látok, tehát télen ezt a 3 srácot tudtuk megszerezni. A Galambos elég jól mutatkozott be nálatok, én úgy vettem észre. Igen, fiatal srác, minden előnyével és minden hátrányával is, de tehát a fiataloknak több bizalmat kell adni, persze néha ez nem könnyű, de tehát ezen vagyok, hogy minél több jársági srác játszon a csapatba. Az ifibe is vannak olyan játékosok, akiket lassan ki lehet próbálni, ezen leszünk, hogy minél több helyi srác tudjon a csapatba játszani. Igen, ezt a vezetőségtől, elnök úréktől is hallottam, hogy ők is arra törekednek, és akkor azt gondolom, hogy találkozott ez a dolog a te személyeddel is, hogy a járságiakat próbáljátok beépíteni, hiszen akkor van értelme, a nagyobb értelme, akik kimennek szurkolni, tudják, hogy a mi gyerekeiknek szurkolunk. Így igaz, tehát ez egy kimondott célunk is, hogy így legyen. Ezen az úton vagyunk. A Ludasi Martin már folyamatosan tud játszani a csapatba, a Lékó Gergő is sokat játszik, Szanyi Krisztián nagy sérülés után úgy néz ki, hogy most már egészséges. Akkor ott van még a Bálint Artúr, én tőle sokkal többet várnék, de tehát megvannak a képességei, biztos vagyok benne, hogy kamatoztatni fogja a tudását is. A vezetőedzőnek gondolom az is feladata, de majd mindjárt elmondod, hogy látogassa az utánpótlás edzéseit, önszorgalomból, meg egyéb szakmai dologból is. Látsz már olyan gyerekeket, akit már kiszemeltél? Lehet ilyenkor látni, hogy esetleg mikor vége a tavaszi szezonnak, akkor majd az ősszel behívod a nagy csapatba? Igen, látom azt, jól edzenek a srácok, jól játszanak. Természetesen nagyon nagy különbség van a felnőtt futball és az utánpótlás futball között, de a 19-es csapatunkban is van, de én inkább van egy nagyon-nagyon tehetséges U12-es csapatunk, onnan 2 játékos most a Honvédba vittek, a 15-ös csapatba is, a 14-esbe is, tehát egy-egy kimondottan jó játékosunk van, akikre nagyon kell vigyázni, és most nem azt mondom, hogy 14 éves srácot már betenni a felnőttek közé, de mondjuk egy 17-19 éves fiúnak mindenképpen meg kell adni azt a lehetőséget, hogy tudjon bizonyítani, és ez én ebbe partner leszek, tehát mindenképpen nekik kell játszani. Ez az ő csapatuk is, remélem, hogy ők nagyobb ambícióval, nagyobb tűzzel, nagyobb akarattal játszanak, mint az ide került játékosok, tehát én természetesen, hogyha 2 egyforma van, akkor mindenképpen a hazai játékos fog játszani. U19-ről beszéltél, úgy tudom, hogy nagyon jól állnak a fiúk az NB3-ban, vezetik a listát. Ez jelent valamit számodra, hogy ezek a gyerekek jó kézben vannak Németh Gyula személyében? Gyula igen, nagyon jó edző, jó edzéseket tart. A U19-ben már számít az eredmény, de nem ez a legfontosabb. Mi azt beszéltük Gyulával, hogy 2-3 kimondott nagy jó, olyan játékos van, aki tudna játszani majd rövid időn belül a felnőtt csapatba, rá különös figyelmet kell fordítani, és hogyha még ez a munka eredménnyel is, tehát eredményességgel is párosul, így meg még az edzőnek is nagyon jó, de tehát a srácok vevők a munkára,
Jól dolgozik Gyula, remélem, hogy már nyáron is fog tudni feladni nekünk játékost. Még egy korosztályt említettél, az U12-t. A kedves nézőknek elmondjuk, hogy ezek a srácok sikerre halmoztak az elmúlt időszakban. Ezek is jó kezekben vannak, amikor majd odaérnek, gondolom együtt maradnak, bizonyára lehet rájuk is számítani, vagy most ezt még nem lehet úgy megmondani, mert még jöhet akármi, választhat akár másik sportágat is a kisrác. Igen, most ők is tényleg nagyon nagy sikereket értek el. Ott még nem annyira lényeges az eredményesség, de persze jobb úgy a napi edzéseket csinálni, hogy na már megint győztünk. De én azt mondom, hogy az az igazi sportember, aki ilyen korban megtanulja azt is, hogy milyen érzés kikapni. Persze rossz, nagyon rossz érzés. Fáj a szívem nekem is, hogyha látom, hogyha a gyerekek kikaptak, de ez is egy út, tehát éljék meg azt is, hogy milyen érzés nyerni 5-0-ra, meg milyen érzés kikapni 1-0-ra. Így van. Na most térjünk rá néhány gondolat erejéig az eredményekre, illetve nem is az eredményekre inkább, hanem a játékra. A felkészülés az kitűnően sikerült, mi is bemutattunk itt filmet a nézőknek, remekül játszottatok, de valahogy a kezdés, már az első meccs az nagyon jó volt, bár a Salgótarjánt ugye kizárták, vagy visszaléptek, de utána valahogy nem úgy ment a szekér, ahogy mi azt láttuk az edzőmeccseken. Nem tudom, hogy te így látod-e, vagy esetleg mi látjuk rosszul. Sajnos jól látjátok ezt a helyzetet. A játékosok, amikor tét van, akkor egy kicsit, néha nem is kicsit elbizonytalanodnak. Itt az egyéni képességek döntenek ott, hogy mit tud dönteni, mit választ, amikor már igazából tétre megy a játék. Sajnos ebben még gyengébbek vagyunk, ebben mindenképpen fejlődni kell, de azt tudni kell, hogy egy átalakulóban lévő csapat van, sajnos a középkorosztály az most jelen pillanatban nincs meg a IFC-nél, tehát van egy rutinosabb mag, akik többet megéltek. És egy fiatalabb? És van egy nagyon, vagy olyan mag, aki kevesebbet játszott a felnőttek között. Sajnos ez a 26-28-30 éves korosztályból nagyon kevés játékosunk van, és tehát ez is baj, hogy ennek össze kell állnia, hogy a fiatalok rutint szerezzenek, a rutinosabbak még tudják átadni a tudásukat a fiataloknak ott, amikor tét van, hát ez egy szép feladat nekem. Ugye, amikor elindult a szezon, akkor beszéltetek arról, hogy milyen helyezéssel lenne elégedett a vezetőség. Most ez a cél, hogy a 5-től a 8. helyig ez, vagy inkább a dobogót is megcéloztátok. Már majdnem közelbe voltunk, negyedikek voltunk, de most egy nem várt vereség miatt visszacsúsztunk. Továbbra is tartható az, hogy a 3-tól 4-től a 8. helyezésig? Hogyha a kedves néző is megnézi a tabellát, itt nagyon-nagyon szoros a mezőny. Tehát a 14. helyen lévő csapatnak 23 pontja van, míg a negyediknek azt hiszem 29 vagy 30, tehát annyira tömör a mezőny, hogy egy győzelemmel nagyot lehet föllépni felfelé a tabellán, egy vereséggel nagyot lehet lecsúszni. Tehát itt nagyon-nagyon kevés fog dönteni, sok egyforma csapat van. Az, hogy most egyforma milyen, azt én nem akarom minősíteni, de tehát sok egyforma csapat van, itt tehát az akarati tényezők, hogyha mozgósítva vannak, az már fél siker. A Monor az kilóg ebből a mezőnyből fölfelé, van talán egy-két csapat, aki lefelé, de a többi akárhol nyerhet, mint ahogy mi megvertük a Nyírbátort, ugyanúgy volt, amikor kikaptunk tehát nagyon sok egyforma Tiszaújvárostól hazai pályán. Tehát aki az első gólt lövi, az nagyon nagy előnyben van. Nem kerülhetjük meg azt, hogy az utolsó 4 meccs, abból már egy lezajlott, Gyöngyösön lesz a hazai pálya, hiszen a műfű, illetve a füves pályát karbantartják, felújítják. Egyetlen egy dolgot Gyöngyös vonatkozásában. Úgy tudom, hogy most nem lett annyi néző, hogy egy busz tudjanak indulni. Mit tudsz mondani a nézőknek? Fogjanak össze, hívják a megadott telefonszámot, vagy hogy érhetik el, hogy Gyöngyösre el tudjanak menni busszal, hiszen úgy tudom, hogy így is voltak nagyon sokan. Igen, ezzel is meg szeretném köszönni a kedves szurkolóinknak, hogy eljöttek, megtiszteltek minket a tegnapi nap folyamán. De ez az ő döntésük, hogy most igénybe szeretnék-e venni a klubnak, vagy az egyesületnek a szolgáltatását, vagy beülnek öten egy autóba és eljönnek, 35 kilométerre van, tehát igazából nem nagy távolság.
Hát, hogyha úgy gondolják, akkor várjuk szeretettel őket. Nagyon-nagyon nehéz meccseink lesznek hazai pályán is. Most megyünk idegenbe MTK-hoz, utána itthon játszunk, itt nem itthon, tehát Gyöngyösen játszunk kétszer a Füzesgyarmattal, Diósgyőrrel, megyünk utána Tájára, jön a Debrecen, és megyünk az SMTK-hoz. Nem könnyű a sorsolásunk, de tehát éppen ezért, amit előbb kérdeztél, hogy a felkészülésünk jól sikerült. Igen, én is így érzem, ebbe bizakodok, hogy ennek ki kell jönni a munkának. Remélem, hogy a játékosok is, tehát úgy fognak odaállni a tegnapi mérkőzés levonva a tanulságait, majd visszatérünk rá nyáron, hogy mi volt ott a probléma, de holnap természetesen kiértékeljük, és úgy megyünk neki ennek a hat meccsnek, hogy büszkén tudjunk lejönni. Ez nekem mindig ez a legfontosabb, hogy úgy tudjunk lejönni a pályára, hogy mindent megtettünk azért, a Jászberényi sikerért. Természetesen nem lehet mindig nyerni, mert a világ legjobb csapata is nyernek, de tiszta szívvel tudjunk egymás szemébe nézni, akkor már én azt mondom, hogy ennyit tudunk, feltesszük a kezünket, gratulálunk az ellenfélnek, ha megver minket, de tehát szerintem ez a sportembernek a legfontosabb tulajdonsága. Befejezésül néhány gondolatot a Jászberényi centerpályáról. Mondtam az elején, hogy gyepszőnyek csere lesz, tényleg gyepszőnyek csere lesz, vagy úgymond fűültetés? Igen, úgy tudom, hogy gyepszőnyek csere azt jelenti, hogy most 30 centi mélyen kivágják a füvet, ott valami locsolócsöveket fektetnek le, akkor arra talajmunka van, utána vetnek rá füvet. Úgy tudom, hogy ez 70 éves ez a fű, tehát még az aranycsapat játékosai, de tényleg aranycsapat játékosai is játszottak rajta, tehát ez a fű tehát már kiszolgálta a korát, így most van egy ilyen lehetőségünk. Remélem, hogy a csapatnak a szereplése nem issza kárát ennek, de tehát fejlődni kell, megvan az új lelátónk, megvan az új öltözőnk, így most úgy, tehát ez nagyon jó út, most sajnos, hogy idegenbe játszunk a szurkolóinknak is, ez a 35-40 kilométert kell utazni, de próbálják ezt úgy, hogy fejlődünk, annak az árára tenni, és minél több szurkolót várunk ugyanúgy továbbra is. Tudunk-e még arról tájékoztatni a nézőket, hogy ősszel beindul-e a foci itt Berényben, már mint a pályán, hiszen ugye mondtad, hogy füvet vetnek, és ennek bizony sok idő kell. Ez időjárás függvénye. Azt mondták, akik csinálják ezt a pályát, a beruházók, hogy szeptember végén, október elején már rá lehet menni a pályára, de ez is időjárás függő lehet, hogyha nagy sár lesz, akkor amit befektettünk, nem akarjuk azt mondjuk két-három meccsen tehát kockáztatni, meglátjuk, remélem, hogy tudunk, nekünk ez a legfontosabb, hogy hazai pályán tudjunk játszani, szórakoztatni tudjuk a nézőket, sajnos ami itt tavasszal nem mindig sikerült szórakoztatni, itt a hazai pályán jobban át kell nekünk érezni, hogy mi forog kockán, biztos vagyok benne, hogy a játékosok is így gondolkodnak. Hát reméljük, hogy így lesz, ahogy mondtad, Laci. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél, és sok sikert kívánok, és legyen meg az a harmadik hely, vagy negyedik hely, akkor azt hiszem, hogy mindenki boldog lenne. Így igaz, nagyon szépen köszönjük a IFC nevében is az érdeklődést, és várjuk továbbra is szeretettel a szurkolókat. Hajrá, IFC! Hajrá! Műsorunk végén lássuk, hogy milyen sportesemények várnak ránk a hétvégén. Megyei női kézilabda mérkőzést láthatunk majd a Lehel csarnokban pénteken, 6:30 este. Nyuszi kupa amatőr csapatok részvételével, ez egy kétnapos amatőr röplabda torna lesz a Nagy Boldogasszony iskola tornatermében és a Lehel gimi szintén tornatermében. Szombaton egész nap Sotokán karata lesz látható a Bercsényi úti játékcsarnokban, ilyen még nem volt Jászberényben, bizonyára érdekes lesz ez a küzdősport is. A labdarúgó megyei első osztályban Jászárok szálláson és János Hidán láthatunk majd foci meccset szombaton, kísérem pedig vasárnap, minden mérkőzés 16:30 kezdődik, mint ahogy a labdarúgó megyei második osztályban is, ahol Szent Andráson lesz majd foci meccs, szintén vasárnap. A megyei harmadik osztályról nem szólok, mert ők idegenben játszanak.
Ezzel sportmagazinunk végére értünk. Azok a nézők, akik esetleg későn kapcsolták be tévéjüket, megnézhetnek bennünket az ismétlésekben, valamint a tévén honlapján, illetve a Facebookon és a YouTube csatornán is ott vagyunk. Köszönöm figyelmüket, egy hét múlva újra várom önöket, töltsék kellemesen a hetet, addig is a viszontlátásra. Műsorvezetőnket a Jászberényi Daniel öltönyüzlet öltöztette. A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.